Köszöntöm a törzsasztal nézőit. Egy egészen új helyről, a Kék Csillag étteremből fogunk most egy nagyon finom ételt elkészíteni, de még mielőtt hozzáfognánk, bemutatom Kádár Németh Matildot, a Fehér Tojó Halászcsárda és Panzió séfasszonya, ő fog segítkezni nekünk, de én azt gondolom, hogy egy pár szót erre a konyháról mindenképpen ejtenünk kellene. Amint látják, gyönyörűen fel lett újítva, és az Új Magyarország fejlesztési terve támogatásával, ami több mint 20 millió forinttal támogatta ezt a projektet, és ilyen gyönyörű konyhát varázsoltunk a Kék Csillag étterembe. Amit még el kellene, hogy mondjak, ez a Kék Csillag étterem igazán egy szép, nagy bálteremmel rendelkezik meg egy étteremmel, és ezt leginkább nagy rendezvények, bálak és mindenféle családi események, esküvőkre használjuk. Én azt gondolom, hogy kiváló ételeket fogunk tudni készíteni a vendégeinknek. Én azt hiszem, a főzés közben itt majd az eszközöket is meg tudjuk ismertetni. Ugye itt nagyon szép kombisztínerek, ami ilyen gőz, sütő, pároló eszközeink vannak, gyönyörű nagy frituk, billenő serpenyő, óriási gázzsámolyok, és a hátunk mögött látható 6 darab 300 literes gőzüstbe akár egyszerre 1800 liter ételt is tudunk elkészíteni. Viszont ma nem olyan nagyokat fogunk készíteni, mindjárt szeretnénk bemutatni egy mézes kacsa mellett, ugye sültalmával. Ez bizony nem tart olyan sokáig elkészíteni. Nem kell tőle megijedni, hogy ezt most több óra hosszán keresztül kell sütni. Ne alacsony hőmérsékletű zsiradékba tegyük elsősorban. Egy kis vajat teszünk bele. Mondom, hogy vajat. Visszatérve a kacsa merre, tehát igazából amié nem kell tőle félni, ez tényleg egy elég nagy darab és vastag húsé, ugye? És mint az előbb is már mondtuk, hogy ez nagyon fontos, mert elég forró zsiradékba kell beletenni, ugye a mi esetünkben, mint nagyon jól látszik is, hogy vaj és olívaolaj keverékébe fog majd az is belekerülni. Így bizony, itt először megpirítjuk a vöröshagymát. A vöröshagyma, hogyha elkészült, egy kis mézet fogunk közé rakni, és majdan az almát fogjuk belerakni. És én még mindig visszatérnék a kacsamellre egy nagyon picikét, amitől nem kell félni, hogy vastag hús, de nem kell neki olyan rettentő sok ideig ugye sülnie, mert pontosan az a lényege neki, hogy egy picikét szaftos maradjon, ugye, hogy benne maradjanak az értékes ásványi anyagok, illetve hát a húsnak a nedvességtartalma ne jöjjön ki belőle. Amit ugye nem szabad tulajdonképpen a húsnál, és nem csak a kacsamerről beszélünk, ha már itt tartunk, akkor mondjuk már el azt is, hogy amit ugye nem szabad majd sülés közben már bármilyen késsel vagy valami éles szerszámmal szurogatni ugye a húsokat, mert akkor ugye azzal tulajdonképpen azt kell mondani, hogy megöljük az egészet, mert azok az értékes húsnedvek ki is jönnek belőle. Ekkorákra jók lesznek az almagerezdek? Így. Nem vágom apróra, mert az se jó, hogyha úgy összeesik, nagyon gyorsan összepárolódik, akkor az sem lesz. Jó. És szerintem ez elég is lesz, ugye? Hogy miért teszünk egy csöpp olajat mindig a vajhoz, amint látják, ezt azért tesszük, hogy ugye a vaj sokkal alacsonyabb hőmérsékleten ég, és egy picit az olajjal ezt segítjük, tehát megakadályozzuk azt, hogy megégjen a vajunk, amit beleteszünk a serpenyőbe. Messze nem rakom el, mert ez biztosan fog még kelleni, vagy hát igen, a végén a mártásban még úgy is kell tenni ugye vajat. Szép pirosra megpirul az alma. Jó, én addig a kacsa mellett megmutatom a nézőknek. Tehát itt ez a gyönyörű kacsamell. Ahhoz, hogy jó sikerüljön, meg szép legyen, szépen be kell írdalnunk, és ha lehetőleg úgy, hogy csak a szalonnás rész legyen beírdalva, tehát így. Egy kis sót teszünk rá. És ahogy a Matilda is elmondta, tehát ide is egy kis vajat is teszünk, meg egy kis olajat is. Jó, akkor ezt félrehúzom. Egy kis borsot is szórunk rá. Ami nagyon fontos, hogy mindig a bőre felül rakjuk bele a forró zsiradékba. És akkor gyönyörű pirosra meg fogjuk sütni. És ami még hozzá tartozik, az ugye az, hogy a kacsa mellett, vagy akár a liba mellett is,
lehet rózsaszínűre sütni, lehet angolosan is, ami azt jelenti, hogy itt szép kérget sütünk, mind a két oldalát meg fogjuk sütni, kérget sütünk rá, és utána egy pár perccel berakjuk a sütőbe. Ugye ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a háziasszonyok is otthon megcsinálhatják egészen nyugodtan ezt, tehát nem kell nekik félni, hogyha nincs ilyen kombisztínerük, ilyen berendezésük, mint ami itt ugye hál' Istennek nekünk van. Ugye igazából ugyanígy jár el, mint amit ahogy mi most készítettük, csak előmelegíti a sütőt. Bátran lehet olyan 180-200 Celsius fok, amiben, ugye, lehet, amiben bele kell tenni. Kicsit. Na, ez az. Ez most már nagyon szépen pirul. Azért fontos bedarabolni, egyéb iránt összehúzni, összerántaná, nem hozza ezt a szép formáját. Akár előző nap, vagy egy pár órasszával előtte, egy picit be is lehet pácolni ezt a kacsa mellett, tulajdonképpen ami alatt annyit értünk csak, hogy akár rozmaringágat, ugye, vagy akár egy kis kakukkfüvet, ezt tudom, egy kis frissen őrölt borssal ugye megszórjuk, ezt az ágat tulajdonképpen rátesszük a húsira, egy nagyon kisi olívaolajat öntünk rá, tulajdonképpen bedörzsöljük, csak annyi kell, hogy ugye ez a bors, hogy mikor elkezd dolgozni, az olajban oldódik, ugye, mint köztudott a bors, és be tudjon szívódni a húsba. Így bizony, és ugye még lehet akár egy kis sörbe, egy kis mézet rakni. Ez egy gyönyörű szép rózs, tehát ebben még benne van, itt látszik, ahol van, benne van a gyönyörű szép húsnedvek, minden benne van még. És most már szép lassan ugye alágyújthatok, mert ugye ide fog vissza kerülni ebbe a... ugye gyönyörű. Egy kis vízzel fölöntjük. Csak egy nagyon picit öntünk alá. Az nem szárad ki ugye a húsunk, szaftos marad. Kiszedjük a húsit a tára, és mert az alma bele, jó? Szépen ízlésesen ide fölrakjuk a tára. És akkor tulajdonképpen ugye ez kettő kacsamell volt. Nagyon szép. Hagytunk el valamit róla, sóbors, azt hiszem egy nagyon pici kis ecetet teszünk rá, és alma ecettel meg. Jó. És az majdgal még megbolondítjuk. És mindjárt illata is teljesen más, tehát valami fantasztikus ez a rozmarin, mondjuk amúgy is egy intenzív fűszernövényünk. Ó, micsoda illata van. Hát itt a végén ez a rozmarin nagyon-nagyon nagyot nyomott alatba. Íme, kedves nézőink, elkészült ez a nagyon finom mézes kacsamell. Jó étvágyot szeretnénk kívánni hozzá, és azt javaslom, hogy látogassák meg időnként a Kék Csillag éttermet és a Bál termét.